Hogy sikerült a vizsga? Hány Istennek nagyon jól sikerült, amikor jött a vizsga biztos úr, és be kellett ülnöm a kocsiba, és el kellett innenem, akkor nagyon izgultam, és stressz helyzetben néha nem találom a pedálokat, és nem tudom őket megkülönböztetni, de tök jól ment ma. Igaz, amikor ő leállított az Y-forduló után, és mondta, hogy akkor kérem, állítsa le a gépjárművet, akkor azt hittem, hogy most buktam meg, mert ilyenkor szokták azt mondani, és mondta, hogy hát jönni kell majd még vizsgázni, és mondtam, hogy ne, és mondta, hogy de hát a forgalmat is le kell tenni valamikor, úgyhogy meg lett. És mik voltak a feladatok? Hát a pályát ti már láttátok, igazából egy ilyen dobozhoz kettesből leállni, aztán gyorsítani, szlalomozni, tolatni, Y-forduló, és ennyi. Pedig még a kézifékes elindulásom gyönyörű, azt szívesen megmutattam volna a vizsgabiztosnak, de hát azt mondta, hogy arra már nem kíváncsi. Azt mondta, hogy engedjek el mindent. Szerencsés vagyok azért, mert mondjuk a műszaki részénél nagyon nem nyúltam mellé, úgyhogy ilyen szellőzés fűtőberendezést húztam, meg kellett mutatnom, hogy mi micsoda, úgyhogy hát könnyebb volt, mint amire számítottam, de tényleg én nagyon izgulok, meg nagyon tudok stresszelni, úgyhogy hál' Istennek túl vagyok rajta, és alig várom már, hogy mehessek ki forgalomba vezetni.